Nem csak idénre, hanem már 2013-ra is lehet jelentkezni az erdélyi magyar EP képviselők gyakornoki programjaira. A szabályzat mindenhol más, de a lényeg ugyanaz. Betekintést engedni az Európai Parlament boszorkánykonyhájába. Brüsszel és Strasbourg igazi tanulási, fejlődési lehetőség azon fiatalok számára, akik a jövőben politikai, közigazgatási pályát választanának. Már a 2013-as gyakornoki programját hirdeti Sógor Csaba EP képviselő kabinetje. Az ideihez képest másként pályáznak majd a fiatalok. Egy néhány napos táborban vesz részt a 30 legjobbnak ítélt pályázó. Ott dől el, hogy kiutazhat a politikussal Brüsszelbe. Úgy gondolom, hogy ma, hogy az elkövetkező 20-30 évben az Unióban, a boszorkány konyha tövében, a kemence mellett, mert ahol mondjak egy szebb szót lenni, hát ez egy, nem csak egy nagy kihívás, de egy nagy lehetőség is. A táborban 10 fiatalt választanak ki, ők egy-egy hónapot lesznek majd a képviselő mellett. A pályázatokat április 15-éig várják, tájékozódni pedig a www.sogorcsaba.eu oldalon lehet. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodájában idénre már beteltek a helyek. A 2013-as pályázat pedig még nincs leszögezve, valószínűleg az év vége fele írják ki. A Magyar Ifjúsági Értekezlet foglalkozik a toborzással és a fiatalok jelölésével. Elsősorban azt szeretném, hogy olyan fiatalok jelentkezzenek gyakornoki programra, és kaphassanak, nyerhessenek betekintést az Európai Parlament életébe, az európai intézményeknek a működésébe, akik elkötelezettek a közösség mellett, és akik elkötelezettek az LMDSZ-szel való együttműködésben. A képviselő gyakornoki programjáról a www.winklergyula.eu oldalon lehet olvasni. Tőkés László kabinetjébe szintén el lehet látogatni, főként azoknak, akik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vagy az Erdélyi Magyar Néppárt berkeiben tevékenykednek. Az lenne az elsőrendű célja, hogy a gyakorlati programban résztvevők itthon vagy a saját helyükön tudják hasznosíthatni ezt a tudást, vagy ezt a tapasztalatot, amit Brüsszelben a szűk egy vagy két hónap gyakornokoskodású alatt szerezhetnek. Ezért nem nyílt pályázaton választjuk ki gyakornokokat. Mindhárom kabinetnél fő kritérium a megfelelő angol, német vagy francia nyelvtudás és az uniós ismeretek. Az is pluszpont, ha a pályázó közéleti politikai tevékenységet folytat és aktív tagja a társadalomnak. A politikusok szerint ezek a gyakornoki programok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok elsajátítsák az európai gondolkodást.